Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Az időközi kampány összegzésére kértük a mind a 10 körzetben jelöltet állító politikai oldalak listavezetőit. A Doni katasztrófa áldozataira emlékeztek Jászberényben. Drámapedagógiai műhely munkasorozat indult Jászfényszarun. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. Az időközi kampány összegzésére kértük a mind a 10 körzetben jelöltet állító politikai oldalak listavezetőit. 6 azonos kérdésre hallhatjuk válaszaikat az értékeléstől az esélylatolgatásig. A várospolitikai oldalak ismert vezetői nyakig benne voltak az elmúlt hetekben az időközi kampányban. A rövid határidő miatt intenzív és hatékony kampányt kellett folytatni, mely lehetőleg meggyőzi a választópolgárokat az egyes célok, tervek, programok hitelességéről és a jelöltek kompetenciájáról. Vajon mennyire értékelték sikeresnek az időközi kampányukat az egyes politikai oldalak, és milyen stratégiákat alkalmaztak? Bízok benne, hogy sikeres lesz, ez vasárnap majd kiderül. Próbáltunk szerényen kampányolni, nem mentünk bele a mocskolódásba, ugyanúgy, mint ahogy a másik két oldal belement, mi ezt elkerültük messziről. Mi ez, ami működött? Én úgy gondolom, hogyha egy normális hangnemben szólítjuk meg a választókat, az sokkal sikeresebb, mint mocskolódni. Azzal kezdeném, hogy ez egy fölösleges választási kampány. Ezt meg lehetett volna spórolni, a Fidesz kényszerítette ki, de ezt elvállaltuk és végig kellett csinálni. A kampánystratégiánk az volt, hogy a Közösen Jászberényi Egyesület az pártoktól mentesen és pártlogóktól mentesen működjön. Nem akartunk pártpolitikusokat hívni, a saját erőnkből és támogatásokból finanszírozunk a kampányt. Én azt gondolom, hogy ez a stratégia, ez egy elfogadott stratégia a városlakók számára, és bízom a támogatásukba. Én úgy gondolom, hogy sikeres volt, hiszen nagyon sok emberhez eljutottunk személyesen. És akkor már válaszolok is, hogy milyen stratégiát. Mi a személyes beszélgetést, információkérést, információcserét tartottuk elsősorban fontosnak, és úgy gondoljuk, hogy az emberek is ezt díjazzák, és ezt értékelik, hiszen nagyon sokan, sőt hiányolták is, akiket nem tudtunk éppen, vagy nem voltak otthon fölkeresni, saját maguk vagy telefonon, vagy személyesen kérték, hogy találkozzunk és beszéljük meg a aktuális dolgokat. Ugyan részben érintették már a jelöltek, de kíváncsiak voltunk, milyen volt a személyes és az online hangvétel a kampány időszakban az ellenfelek között. A neten ott nagyon durva mocskolódás ment, mi még csak reagálni sem reagáltunk a mocskolódásra. Én kevésbé vagyok rajta az online felületen, tehát ezt azért csak legfeljebb hírekből tudom, azt tudom megfogalmazni, hogy a Fidesz részéről nagyon támadó és ellenséges volt felénk, láthatóan komoly, ellenfélnek tartanak bennünket, szinte valamennyi jelöltünket támadták, a polgármestert pedig kiemelten. Ilyen országos médiás támadás nagyon ritkán szokott sor kerülni. Mi nem foglalkoztunk az ellenfelekkel. Mi leültünk az elején a 10 képviselőjelölt és a polgármesterjelölt asszonyunkkal, és megbeszéltük, hogy csak a mi stratégiánkat, a mi elképzeléseinket akarjuk véghez vinni. Nem foglalkozunk az ellenfelekkel, nem foglalkozunk a támadásokkal, főleg a Facebookos és a közösségi média megjelentekkel, hiszen akkor csak ezzel foglalkozhattunk volna. Mi a programunkat és az elképzeléseinket közösen a lakossággal és a vállalkozókkal készítettük el. Én úgy gondolom, hogy ez meg is valósítható, és ez Jászberénynek jó lesz. Általában is megosztanak a vélemények, hogy szükséges volt vagy sem a feloszlatás, és ebből ered a következő kérdés, hogy az egyes oldalak mennyire tartják nagy jelentőségűnek a mostani időközi választást. Nagyon-nagyon nagy jelentősége van a mostani választásnak,
hiszen Jászberény a szakadék felé tart, egy jobboldali városvezetésre van ahhoz szükség, hogy újra egy fejlődő pályára álljon Jászberény. Számunkra az a jelentősége, hogy folytassuk a munkát, amit elkezdtünk, és azt gondolom, hogy eredményesen végeztünk, ezt be is mutattuk. Másrészt pedig az, hogy meglegyen egy olyan többségünk, amivel ezt a munkát tudjuk érdemben folytatni. Úgy gondoljuk, hogy miután dr. Gedei József kivált ebből a városvezetésből, nem igazából volt érdemi munka a képviselőtestületben, csak az ellenségeskedés volt, főleg egymás között és a közösen Jászberényit egyesületen belül. Mi ezt láttuk, és úgy gondoltuk, hogy még 2 évig, tehát ezt a városvezetést, meg a városnak a működését, tehát ez nem vezet, nem vezényelheti. Ezért is mentünk bele az oszlatásba, és ebbe az időközi választásba. És úgy gondoljuk, hogy mi a pozitív kampányunkkal, tehát meggyőztük az embereket, hogy lehet ezt másképp is csinálni. Milyen tapasztalat, mit mondanak, van-e választóik? Nagyon megosztott. Nagyon sokan mondják, hogy el sem mennek. Ráuntak már arra a mocskolódásra, ami Jászberénybe folyik. Én mindenkit buzdítok arra, hogy pontosan az ő kezükben van az, hogy ezen változtassanak. Bízok benne, hogy meg is teszik. Én azt tapasztalom, hogy egyrészt van érdeklődés, másrészt van egy értetlenség is, hogy miért kell most választani, miért kell elmenni szavazni. Akikkel találkozunk, azt tapasztaljuk, hogy nagyon pozitívan támogatnak bennünket, és reméljük, hogy ez szavazatokban is ki fog fejeződni. Mi a saját választókat kerestük meg, természetesen, de ahogy a polgármester asszony jelöltünk is fogalmazott, mindenkit szeretnénk képviselni, függetlenül párthovatartozástól, akár a körzetben, akár az egész városban. Én úgy gondolom, meg úgy gondoljuk, hogy a saját választóink el fognak menni, hiszen értik és érzik ők is a jelentőségét ennek a időközi választásnak, hiszen van még közel 2 egész év, amit ugye itt Jászberényben a költségvetéssel lehet befolyásolni az életét Jászberénynek. És nagy jelentősége azért is van, mert rengeteg pályázatot, rengeteg támogatást tudunk Jászberénybe hozni, hogyha mi irányíthatjuk a várost. Arra is elkérdeztünk, hogy a kampány témák és csörték keresztüzében mennyire kristályosodott ki egy-egy vezérgondolat mindazok felé, akik az elmúlt hetekben nem követték az eseményeket. Tehát miért a saját képviselő és polgármester jelöltjeiket érdemes támogatni a választóknak? Miért az önök képviselőjelölt csoportjára, illetve polgármester jelöltjére érdemes szavazni? Mocskolódásmentesen a fejlődés mellett állunk. Én azt gondolom, hogy a polgármester jelöltünknek a támogatása teljesen egyértelmű. Az elmúlt 3 évben végzett munka, a városban végzett munka az meglátszik. Folyamatosan tartotta a kapcsolatot a lakossággal, megvan a személyes elfogadottsága, a képviselőjelöltjeink pedig mindegyik valamilyen szakember, minden értenek sok mindenhez, és sokkal színesebbé tennék az önkormányzati munkát, bárki kerül be, remélem mindenki. Mindenkinek önálló elképzelése van, a körzetéről is és a városról is, ez nagyon jó. Nagyon sokféle új információt kaptam én is, hiszen én már azért öreg motorosnak számítok, de látom, hogy vannak új lendület, való képviselőjelöltjeink, akikkel jó lesz együtt dolgozni, hiszen mindenki a maga területén egy-egy szeletet fog hozni a egész város életébe. Végül arra is kíváncsiak voltunk, hogy ki milyen eredményre számít, vagy mivel lenne elégedett. Semmiképp nem szeretnék jóslatokba belemenni, bízok benne, hogy lesz egyéni jelöltünk és listás is. Tulajdonképpen ezt már meg is fogalmaztam, azzal lennék elégedett, hogyha a polgármester megnyerné, a polgármester jelöltünk megnyerné a választást, és többségünk lenne a testületben. Remélem nem tűnik nagy képviségnek, de a mi jelöltjeink befutók, és jól teljesítettek az elmúlt hónapok alatt is, és tényleg jó lenne együtt velük dolgozni. Én azt várom, hogy mind a 10 körzetet nyerjük, polgármester asszony vezetésével, tehát 11-en leszünk a képviselőtestületben a jobb oldalról, és úgy értékelném az egész választási kampányt, hogyha ez így lenne sikeres. Fontos, hogy politikai oldalaktól függetlenül január 15-én vasárnap a lehető legtöbben járuljanak a szavazóurnák elé, és adják le voksaikat az önöknek legszimpatikusabb képviselő és polgármester jelöltekre. A hétvégén vasárnap január 15-én időközi önkormányzati választást rendeznek Jászberényben.
A voksolást megelőzően felkeressük a város választókerületeinek képviselőjelöltjeit. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek. A Doni katasztrófa áldozataira emlékeztek Jászberényben. Elkészült 2023 első tűzvédelmi tesztje, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság oldalán lehet kitölteni. Január 13-a péntekre esett, így rövid híreink között a babonákról is szólunk. A második magyar hadsereg katasztrofális vereségének fájdalmas évfordulóján az elesett katonákra emlékezett az ország. Január 12-én kora este a Jászberényi Szent Kuti templomban tartottak misét az áldozatokért. 79 évvel ezelőtt, 1943. januárjában a szovjet hadsereg általános támadást indított. Ennek esett áldozatul a Voronyes térségében harcoló második magyar hadsereg. A harcokban 40 ezeren vesztették életüket, 70 ezer katona került fogságba, akik közül szintén 10 ezrek nem tértek haza. A Doni katasztrófa emléknapján Jászberény II. Világháborús emlékművénél néma főhajtással és gyertyagyújtással emlékeztek a mártírokra. Elkészült az év első tűzvédelmi tesztje. A katasztrófa védelem havonta jelentkezik új tűzvédelmi teszttel, amely kitöltése legfeljebb 5 percet vesz igénybe. Ez már a 31. online tudáspróba. A januári kérdéssor azokból a kérdésekből lett összeállítva, amelyekre az elmúlt év során a legtöbb hibás válasz érkezett. A teszt kitöltésével segíthet a katasztrófa védelem munkáján, ezzel visszajelzést kapnak arról, hogy a jövőben milyen témákban szükséges bővíteni az emberek ismereteit. Épp hogy elfelejtettük a január elsejei hiedelmeket, babonákat, a hónap 13. napja péntekre esik. Péntek 13-át sokan balszerencsének is nevezik, hogy miért éppen 13, több magyarázat is létezik. A pénteki nap az új szövetség szerint is bajlós, ugyanis ezen a napon feszítették keresztre Jézust, a 13-as pedig azért szerencsétlen szám vallási szempontból, mert az utolsó vacsorán is 13-an voltak. Másik magyarázat szerint a péntek 13 azért lett átkos nap, mert 4. Fülöp 1307. október 13-án pénteken rendelte el a templomosok lemészárlását. Végül a régi időkben a péntek volt a kivégzések napja, amikor a hóhérok meglendítették karjukat az elítéltek felett. A dátumhoz világszerte sok babona tartozik, melyeket sokan betartanak. Az egyik szerint például nem szabad megfésülködni ezen a napon, mert az ember megkopaszodik és a madarak építenek fészket a hajszálaikból. Sokan úgy tartják, hogy a hajvágás szintén érdemes elhalasztani egy másik napra, mert az halált vonz be. Bár nem sok esély van arra, hogy egy cipő az asztalra kerüljön péntek 13-án, ez kerülendő. Ahogyan az alvás is az asztalra borulva, valamint az éneklés is az asztalnál. Mindhárom dolog bal szerencsét hoz, ahogyan a sótartó felborítása is. Ha mégis megtörténne és a só kiszóródna, jobb kézzel fel kell csípni egy kicsit és hátradobni a bal váll felett. Ezen a napon a macskákat is érdemes elkerülni, különösen a fekete szőrűeket, ugyanis a hiedelem szerint az, aki fekete macska szemébe néz, szerencsétlen lesz. Természetesen gazdiként nehéz lenne betartani. A cicások rendszerint éppen szerencsésnek tartják magukat kedvencük miatt. Ma délelőttig a választás.hu adatai alapján a legtöbb, összesen 6 indulót láthattuk felsorolni az egyes számú választókörzetben. Gergi Tamás független képviselőjelölt viszont ma délelőtt 10 órakor visszalépett a jelöltségtől. Televíziónk megkereste a számos városi célt maga elé kitűző jelöltet, aki nem kívánt nyilatkozni döntése okairól. Így 5-en maradtak a választási ringben. Lássuk, hogy kik küzdenek meg a főként belvárost felülelő központi körzetben, ahol így is a legnagyobb a választék a jelöltek és az egyéni terveik, elképzeléseik között. A választás.hu oldalon található információk alapján a Jászberényi egyes választókörzetben Nagy Dániát láthatjuk majd a szavazólapon az első helyen. A 39 éves vállalkozó itt él a belvárosban, mint mondja, naponta átéli annak problémáit. Nagy Dániel szerint itt komoly változásokra van szükség, a forgalom, a zajszennyezés és a parkolás napi problémáit mindenképpen szeretné orvosolni, de tervez több garázs és nyilvános WC építést is. Ösztönözni a Rákóczi, a Ne felejts a Jászkürt, a Líceum és az Elefánt
fenti utcák felújítását, és mindehez már a pénzügyi hátteret is kigondolta a városba visszacsábított jászberényi kisvállalkozók adóbevételein keresztül. Az a legfontosabb, hogy egy képviselő az emberekért dolgozzon, ne a pártért, ezért indultam függetlenként. Itt az embereknek nagyon javítani kellene az életminőségén, ami a jászberényi belvárosban már a nagy forgalom sajnos nagyon-nagyon rontotta. Ezen szeretnék változtatni, vannak konkrét terveim, és nem csak megvalósítandó terveim vannak, hanem mint gazdasági emberként vannak ötleteim pénzügyi forrásokra is. Ugyanitt a Közösen Jászberényért Egyesület jelöltje Betlendi Béla pedagógus és a körzet képviselője 2019-től. A nagy tapasztalatú önkormányzati képviselő szemei előtt épült a belváros, így ismeri a házak történetét, őslakóit. Rendkívül fontosnak tartja a lakótelepi házak homlokzatának felújítási támogatását, a Táncsics, Mészáros és Réz utcák útpályáinak, valamint a Tököli Bercsényi és Szövetkezet utak járdáinak felújítását. A következő években a Mártirokúti híd, a Tarnai Alajos és a Jókai út felújításának befejezését tartja kiemelt feladatának. Szeretem Jászberényt, ezért azt gondolom, hogy képviselő az legyen, aki tisztességesen él, alázattal és becsülettel végzi a munkáját. Az legyen, aki számára a közérdek az első számú érdek, az legyen, aki a körzetében lakók képviseletén túl tisztességgel végzi el a munkáját, oly módon, hogy Jászberény valamennyi lakója büszkén vallhassa Jászberényt otthonának, hiszem, hogy a városunk dinamikus fejlődése, gyarapodása megvalósítható, ha Jászberény dolgairól a jászberényiek döntenek. A független jelöltek egyike dr. Fodor Erzsébet, aki tőzsgyökeres jászberényi. A helyi közigazgatásban dolgozott 42 évet középvezetőként, jelenleg aktív nyugdíjas, az Agyva Társasház Intéző Bizottság és a Jászkerület Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának elnöke. Valódi független jelöltként apostrofálja magát, aki a pályázatok minél nagyobb arányú kihasználásával tervezi utak, járdák fejlesztését, a Fogadj Örökbe egy utcát mozgalom elindítását, játszóterek továbbfejlesztését, a fiatalok szórakozási lehetőségének megoldását és a kulturális rendezvények támogatását. Szeretne az idősebb korosztályra nagyobb figyelmet fordítani, miközben igyekszik a törvényességűre lenni majd a testületben. Valódi független képviselőjelöltként indulok az időközi önkormányzati választáson, mert többen kérték, hogy dolgozzak a kerület fejlődéséért, az itt élő emberek érdekeiért. Mottóm az összetartás és az összefogás, mert ezek nélkül nem lehet eredményeket elérni. Kérem önöket, éljenek választójogukkal, menjenek el szavazni, és szavazataikkal támogassanak engem. Köszönöm. A Mi Hazánk Mozgalom képviselőjelöltje a körzetben dr. László Péter, aki egyben a polgármester jelölt is. A Redemptus jászfelmenőkkel rendelkező jelölt elmondta, hogy megtiszteltetésnek vette a felkérést, és nem kellett sokat gondolkoznia azon, hogy melyek azok a fő problémák, melyeket azonnal orvosolni szeretne a városban. Szerinte az utak állapotát és az általános közbiztonságot azonnal javítani kellene, de a renites ukrán munkavállalók kérdését és a riasztó népességcsökkenést is kiemelten kezelni. Az utóbbi időszakban azt tapasztaltuk, hogy Jászberényben változásokra van szükség. Ezekben a változásokban, ami Hazánk Mozgalom tud álláspontunk szerint a legmegfelelőbb alternatívát kínálni az állampolgárok, illetve a választópolgárok számára. Ezek a közbiztonság rendbetétele, a fiatalok elvándorlásának a megakadályozása, a város élhetővé tétele, illetőleg a közúthálózat nagymértékű felújítása. A kormánypárt által támogatott képviselőjelölt a körzetben Kispál Nikolett, a fiatal, agilis vállalkozó hölgy, itt született és itt alapított családot. A közelmúlt vészterhes évei ébresztették fel benne az egyre erősödő lokálpatrióta szellemet, melyet a város szolgálatába szeretne állítani. Számos ötlete van, melyeket a belvárosi térségben szeretne megvalósítani. Fontosnak tartom a Mártírok útjának egyirányúsításának a felülvizsgálatát a kertvárosi részen. Itt, ahol állunk jelenleg, a Margit-szigetre megálmodott játszótér és egy gumival borított rekordtám futókörnek a létrehozását a családok számára. A belváros tekintetében a társasházak homlokzatfelújítási programjának támogatását az önkormányzat részéről, illetve a piaci parkolásnak a rendezését. Kispál Nikolett nagy lendülettel szeretné belevetni magát a városfejlesztésbe. Egyik álma, hogy a Margit-sziget egy igazi családi és gyermekparadicsommá válik. Ennek érdekében az említett futókör mellett látványos játszóteret tervez a sziget közepére.
Jászberény 8-as számú egyéni választókerületében hárman gyűjtötték össze a jelöltséghez szükséges ajánlásokat. A település délkeleti részén található városrészt magában foglaló körzetben Lékó Zsolt, a Mi Hazánk Mozgalom, Skultéti József, a Közösen Jászberényért Egyesület és dr. Szatmári Melinda, a Fidesz-KDNP jelöltjeként indul a vasárnapi választáson. A város 8. számú egyéni választókerületében egyaránt jellemző a családi, illetve a társasházi lakókörnyezet. A kertvárosi lakóközösségek mellett a Városi Óvodai Intézmény egy tagóvodájának, illetve az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynek ad otthont a kerület. A szavazatokért a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjeként Lékó Zsolt, a Közösen Jászberényért Egyesület közösségéből Skultéti József, a Fidesz-KDNP színeiben dr. Szatmári Melinda indul. Lékó Zsolt 52 éves vállalkozó, 30 éve él családjával a 8. számú egyéni választókerületben. Legfontosabb célja, hogy megválasztása esetén képviselőtársaival megoldást találjanak a lakosság részéről érkező felvetésekre, javítsák a városban a körzetben élő komfortérzetét. A legfontosabb az lenne, ha már végre a város egy jó vezetést kapna, és tudnának fejlődni minden a téren végül is egy kicsit modernizálni a városnak a dolgait. A közbiztonság főleg, arra is elég sok sajnos betörésektől kezdve olyan dolgok, ami egy picit úgy félelemmel kelti a várost. Szeretné, ha fejlesztenék a térfigyelő kamerarendszert a körzetben. Úgy vélte, fokozott figyelmet kell fordítani az utak, útszegélyek, járdák javítására, a csapadékvíz elvezetés problémáinak megoldására és a közvilágítás javítására. Szerinte akkor működik jól a város, a települést az viszi előre, ha a képviselőtestület tagjai együtt gondolkodva közösen tesznek Jászberény fejlődéséért. A körzetet 3 éve képviseli Skultéti József. Születése óta a városban él, itt születtek gyermekei és unokái. Gépész üzemmérnök, hosszú ideig volt hivatásos katona, majd vállalkozó, néhány hónappal ezelőtt pedig ismét egyenruhát öltött. Úgy véli, az elmúlt 3 évben eredményesen tudta képviselni a körzetben lakók érdekeit, amelyek a végrehajtott beruházásokban öltenek testet. A játszótérfejlesztések, akkor utca, komplett utca felújítások, az agyvatisztítás, napelemes kandellábeleket telepítettünk, nem egyet. Egyéb más olyan beruházások is történtek, amik apróbbak voltak ugyan, de a lakosságnak az élet körülményeit javítottuk, úgy gondolom. Különböző apróbb útfelújítások, járdaépítések. Nem a halogatás embere vagyok, hanem a gyors megoldások pártján állok. Újabb út- és járdafelújításokat tervez, ahogy a fásítási program folytatását és a városi zagyva rendszeres kotrását is. Szorgalmazza a lakosság komfortérzetét javító fejlesztések megvalósítását a körzetben. Dr. Szatmári Melinda 40 éves ügyvéd, közgazdász, 2 gyermekes édesanya. Kiemelte, hogy hisz a közösség erejében, a közösség hangjában, amelynek felerősítését a képviselő egyik legfontosabb feladatának tekinti. Szakemberként hatékonyan, célirányosan szeretné segíteni a város és a körzet fejlődését. Itt élek a 8. számú választókörzetemben, családommal, gyermekeimmel. Fontos számomra ez a körzet, szívemhez nagyon közel áll, ezért is döntöttem úgy, hogy indulok a képviselő választáson. Megválasztásom esetén a tiszteletdíjat felajánlom jótékony célra, azt körzetemben található gyermekekkel foglalkozó alapítvány részére. Szeretne tenni egy élhetőbb település kialakításáért, ami képes megtartani fiataljait. Tervei között szerepel a Szent István körúton kialakult, szerinte kaotikus parkolási helyzet felszámolása, mozgáskorlátozott parkolók kialakítása. Folytatni szeretné a kerékpárutak építését. Szorgalmazza az út- és szennyvízhálózat felújítását, közterületi hulladékgyűjtő edények kihelyezését, a játszóterek tisztántartását. A 10-es számú egyéni választókerületben 3 jelölőszervezet által támogatott képviselőjelölt indul az idei időközi önkormányzati választáson. Többek között a hűtőgépgyárat, Portelket és a Neszűrt is magában foglaló kerület képviseletéért indulók röviden ismertették elképzeléseiket, céljaikat. Többek között a hűtőgépgyárat, Portelket, Újerdőt, Neszűrt, Tőtevényt, Meggyesbelét, Öregerdőt és a Kishegyet is magába foglaló 10. egyéni választókerület képviseletéért 3 jelölt indult a 2023-as időközi önkormányzati választáson. A Közösen Jászberényért Egyesület képviselőjelöltje a 10. egyéni választókerületben Bozsik Ferenc. A körzetben nőtt fel a hűtőgépgyár területén, családja Újerdőből származik.
Gyerekkorában édesapja egyik barátjának köszönhetően Portelken is rengeteg időt töltött, így kötődése van mindhárom területhez. Úgy gondolja, hogy az elmúlt években elhanyagolásra kerültek ezek a részek, szeretne ezen változtatni. A hűtőgépgyár területén a természetvédelmi terület kérdését tartja fontosnak, illetve a lőteret. A zaj mellett az őrkutyák szabadon léte veszélyt jelent a lakókra. Portelek bevezető útjának karbantartását, a buszközlekedés optimalizálását, a közvilágítás megoldását és a fatelepítést is fontosnak tartja. A Neszűrben, illetve külterületeken pedig az ott élők életkörülményein szeretne javítani. A tájékozódás segíteni például házszámok kihelyezésével, és fontosnak tartja a hulladék probléma megoldását. Úgy gondolja, minden területen lehetne gyors, olcsó és egyszerű látványos beruházásokat csinálni. Három teljesen különböző körzetigényeit kell majd kielégítenünk. A kötődésem ide az, hogy jelen pillanatban a szülői házam utcájának elején állunk, és én azért is gondoltam azt, hogy nekem itt kellene ezt a pár szót elmondanom, mert a kötődésemet talán ez is jelzi. Legfontosabb, amit szeretnék, az az lenne, hogy mindig folyamatosan kommunikáljunk a választókkal. Az egész esetleges mandátumom alatt azt szeretném, hogyha havonta egyszer tudnánk beszélgetni minden választómmal, aki ezt igényli. A 10. egyéni választókerület Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltje a jászberényi születésű Dobrán Gyula. Jelenleg is Jászberényben él 2019 óta önkormányzati képviselő. Közel 20 éve kezdte érdekelni a vagyon és személyvédelem. 2011 óta dolgozik külterületen, ezáltal nagyon sok lakót ismer személyesen. Van, hogy telefonon keresik, de az is előfordul, hogy leintik az utcán. Elmondta, hatalmas ismerettel rendelkezik a területen, és úgy gondolja, talán ő látja át a problémákat a legjobban, így a megoldásokat is ő tudja. Többek között Portelken a dűlő utak karbantartását, a hűtőgépgyár területén a helytelen buszközlekedés megoldását, a neszűri szemétlerakás megszüntetését tartja fontosnak. Úgy érzi, idáig visszatartották, hogy sikerüljön eredményeket felmutatnia, de a továbbiakban eljön az ideje, hogy ez megtörténjen. A problémákat is én látom talán át a legjobban, és ennek a megoldását is talán én látom a legjobban. A neszűri területen szeretném, hogyha végre kiépülne az a kamerarendszer, amit már évek óta próbálok áttolni az önkormányzaton. Most a képviselői keretemből meg is lett véve 15 darab vattkamera, aminek a felhelyezése a következő időszakban biztos, hogy meg fog történni. A Fidesz-KDNP képviselő jelöltje a 10. egyéni választókerületben Sárközi Csabáné Béres Krisztina. 27 éve él Jászberényben, élelmiszer kiskereskedéssel foglalkozik. Jótékonykodási és szemétszedő csoportot is vezet. Többször voltak a körzetben is szemetet szedni, osztott ételt, ruhát. Sok lakossal személyes kapcsolatot tart, szociális problémáikra talált megoldást. Nagyon szeretne változásokat hozni. Tervei között szerepel a hűtőgépgyárból induló buszok menetrendjének, útvonalának átalakítása a lakossági szempontok szerint, szórólapok, újságok eljuttatása minden érdeklődőhöz, fák ültetése, kültéri fitnesspark a hűtőgépgyár lakótelepre, közösségi programok szervezése a körzetben. Újerdőben lámpák, konténerek kihelyezése és a porteleki közösségi házban is segítséget szeretne nyújtani. Szeretné a fémnyomó út egyik oldalán megszüntetni, a másik oldalán megszélesíteni a gyalogos biciklis utat, korláttal elválasztani azt az autós forgalomtól, mert balesetveszélyesnek és szűknek bizonyult. A Neszűrben pedig játszóteret és működő kutat is szeretne megvalósítani. Szeretném a külterületeken a szemétszállítást megoldani. A Neszűrben szeretném, hogyha két hetente lenne szemétszállítás. Szeretném, hogyha a három konténer odakint a Neszűr végén megszűnne, és egy-egy konténer be lenne téve minden egyes dűlőbe, hogy oda is tudják vinni a szemetet az emberek. Ráadásul akkor nem lenne az, hogy Budapestről és környékéről hordanának ide szemetet. Dráma pedagógiai műhely munkasorozatot indított önkormányzati támogatással a Petőfi Sándor Művöldési Ház és Könyvtár, valamint a Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság Jászfényszarun. A sorozat első foglalkozásának vendég előadója Körömi Gábor, drámapedagógus, a Magyar Drámapedagógiai Társaság alelnöke volt. Játékos formában, bemutatókkal, új ismeretekkel fűszerezett gyakorlati foglalkozásokra invitálták a jászfényszarui általános iskola osztályfőnökeit, hogy felfrissíthessék drámapedagógiai módszertani eszközeiket.
Az önkormányzati támogatással a héten elindult foglalkozássorozatot közösen szervezte a Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság Dáma Pedagógiai Műhelye és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár. A célunk pedig az, hogy minél több szakembernek tudjunk segítséget adni, feltöltődést, egy kis inspirációt arra, hogy ezt a módszert érdemes alkalmazni az oktatásban és a nevelésben. A Művelődési Házban hosszú évtizedek óta hagyomány, hogy teret biztosítanak a drámapedagógia gyakorló szakemberei számára, ilyenkor tudásuk és tapasztalatuk legjavából adnak ízelítőt az érdeklődőknek. Én személy szerint miért nyilván ez egyértelmű, hiszen édesanyám az egyike volt azoknak, akik Kelet-Magyarországon és határainkon túl is népszerűsítette ezt a műfajt, és nagy művelője volt. Én úgy gondolom, hogy kötelességünk is tanítványoknak ezt a szellemi hagyatékot tovább vinnünk. Az általános iskolai osztályfőnöki munkát, a tanítói és óvodai megismerést és megtapasztalást segítő technikák bemutatása, új ismeretek átadása egyaránt célja a három foglalkozásból álló sorozatnak. Nem univerzális a módszer, én most mutatok saját tudásomból néhány dolgot, én abban bízom, hogy ezt a saját módszertanatokból be tudjátok építeni. Az első program vendégelőadója a Magyar Drámapedagógiai Társaság alelnöke volt, az osztályfőnöki órákon alkalmazható drámapedagógiai módszerekről, technikákról adta át tapasztalatait a résztvevőknek. Nincs varázslatos módszer, ami mindenkinek megoldja a holnapját vagy az elkövetkező 10 évét, hanem inkább felkínálom azt az eszköztárat, amit a drámapedagógia tud nyújtani, és akkor ebből mindenki a saját vérmérsékletének, bátorságának megfelelően válogat. Nem varázslat, mégis azt gondolom, hogy nagyon sok esetben ki tudja egészíteni az általános iskolai oktató-nevelő munkát. A drámapedagógia lényege a közös játékon, a közös foglalkozáson keresztül megismerni a világot és önmagunkat. Ez egy teljesen másfajta pedagógiai hozzáállás, hiszen ebben a gyerek adhat válaszokat, a gyerek kereshet válaszokat, és nem feltétlenül azt kell elsajátítani, amit a tanár tud, hanem a világ megismerésének egyik módszereként felfedezzük azt, hogy például egy szituációban vagy egy játékban milyen tanulási területek lehetségesek. A sorozat következő állomása lesz még januárban a Napfény óvodába szervezett drámapedagógiai csoportfoglalkozás, illetve a kisiskolában tartandó Szülők Akadémiája program az elektronikus kütyük használatának térhódításáról. A szervezők nem csak a gyakorló pedagógusokat, hanem a gyermeket nevelő szülőket is várják a programokra. Híradónk végén lássuk még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Az időközi kampány összegzésére kértük a mind a 10 körzetben jelöltet állító politikai oldalak listavezetőit. A Doni katasztrófa áldozataira emlékeztek Jászberényben. Drámapedagógiai műhely munkasorozat indult Jászfényszarun. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalán. Vigyázzanak magukra és egymásra, minden jót kívánok! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.